Na, és akkor folytassuk azzal a mai mozaikot, hogy akkor gyerünk az északi határhoz. Egy 1975-ben létrejött víztározóhoz talán fogalmazunk így, hogy milyen látványosságok vannak arra felé, esetleg barlangok, az is ki fog derülni a következő percekben. Viszont horgászok, figyelem, fogtak már ott 80 kilós busát és 50 kilós harcsát is. Illés Peti már is mutatja, hogy mit kell tudnunk a Lázbérci víztározóról. Amikor egy túrázó megérkezik az út egyik oldalából a másikba, vagy akár azt is mondhatnám, hogy a civilizációból a természetbe, akkor csendes, tájra, madárcsisergésre, szelfiző párokra és horgászokra számíthat, ami azt mutatja, hogy megérkeztünk a természet lágyölére. Figyelem, a nyugalom helyreállítására alkalmas képek következnek. Lázbérci víztározó Borsodaba Üzemplén megyében található, Szilvásvárattól 10 kilométerre. A tó környéke szigorú természetvédelmi terület, a gépjármű forgalom tilos körülötte. A lázbérci tájvédelmi körzet nem képezi részét a Bükk-hegységnek, attól különálló hegycsoport, melynek legmagasabb pontja a 450 métert alig meghaladó köbölictető, három kőbérc vonulat. Az Uponyi hegység nem magasságával, hanem egyedülállóan földtani múltjával emelkedik ki a Bükk többi részével összehasonlítva is. Viszonylag kis területen sok földtörténeti kor nyomaival találkozhatunk. Itt találjuk a Bükk legidősebb, 450 millió éves kőzeteit. A hegység kőzetei évmilliókon keresztül képződtek a tenger alatt, melynek mélysége folyamatosan változott. Hát aki azért ide jön, az legyen felkészülve, hogy nem egy túrós palacsintáért teszi meg ezt a hegycsúcsi túrát. Egy jó, vastag, tapadó szipő erősen ajánlott, ugyanis nagyon-nagyon meredek fölfele az út. Most a földfelszíntől egy közel 440 méteres emelkedőn vagyok túl. Elértem a Katica nyeregtetőt, innen lélegzetelállító panoráma vár minket az Upponyi szorosra és a Lázbérci víztározóra. Hogyha felérünk a hegy tetejére, akkor Herkó Péter keresztje vár minket, ami egykor a reformáció és a katolicizmus határát jelölte. A Lázbérci tó helyén a gát megépítése előtt is hasonló táj fogadta az errejárókat. Csak éppen víz helyett szárazföld volt. Az 50-es, 60-as években azonban hasonlóan fontossá vált az ipar is. 20 év alatt szinte a semmiből felépült Kazincbarcika városa, tehát tiszta vízre volt szükség.
A város fölött mintegy 15 kilométerrel kicsivel a Cserné és Bán patakok összefolyása alatt kínálkozott a legalkalmasabb hely a völgyzárógát építésére. A 20 méter magas építmény hazánk második legnagyobb gátja a hasznosi víztározó után, mely 1967-re készült el. A mögötte levő völgyeket csupán pár év alatt töltötte meg a két patak több millió köbméter vízzel. A szakemberek számba vették a tó idegenforgalmi szerepét, és a hasonló tavaknál megszokott egyszerű szűrőrendszer helyett egy több részből álló mechanikai és vegyi víztisztító rendszert terveztek. Ennek köszönhetően a tópartját nem kellett lezárni a nagy közönség elől, bár a fürdés így sem megengedett, hiszen a vízbe mosódó szúnyogriasztóval és naptejjel még felhigult állapotban is nehéz mit kezdeni az ivóvíz tisztításánál. Patakok a környező erdő kedvező élőhelyet biztosít számtalan szigorúan védett növénynek és állatnak. Kedvelt horgászhely is, ugyanis a víztározóban horgászni partról és csak jégmentes időben szabad. Külön meg van határozva, hogy egy felnőtt napi 3, ifi horgász pedig napi 2 darab kopolt húst zsákmányolhat. A környéken több látnivaló is várja az érdeklődőket, ilyen például a 13. században épült Dédesivár, amelyet aztán a törökök szétromboltak, de Szilvásvárad, Lilafüred is várja a túrázókat mesés horizontjával. És fontosnak tartom megemlíteni, hogy ezek a helyszínek minden évszakban gond nélkül látogathatók és varázslatos panorámát tudnak nyújtani. Úgyhogy most én is kikapcsolom a felvételt, és még egy picit elidőzök itt a Nyugalom szigetén. A Mozaikban Illés Peti riportját látták.